A kombis utasszállítók elkeseredettek, attól tartanak, hogy február 12-e után megélhetés nélkül maradnak, azt sem tudják, mihez kezdenek majd járműveikkel. Én szeretném, hogyha megengednék, hogy lássan céget nyitni erre az egészre, és hogy tudjam folytatni ezt a munkát, amit egy az utóbbi időben sikerült bejáratnom, beindítanom. Mi lesz az én cégemmel, amivel 2 évig fizettem az adót, rendesen, legálisan fizettem az adót, a doprinoszokat, mindent fizettem, és most egyszerűen megáll az életem. Nem bírok többet keresni a családomra pénzt, vagy nem értem ezt az egészet. 12 szabadkai mikrobusz csatlakozott az országos megmozduláshoz. A tüntetés Belgrádban 10 órakor kezdődött. A felvonuló valamivel több mint 100 kombis a kormány épülete elé hajtott, ahol kérvényt adtak át. A többi között a törvény hatályba lépésének elhalasztását kérték. Mint mondják, a jogszabály megfosztja őket a munkára való alkotmányos joguktól. Szerbiában hivatalos adatok szerint 40.006 vagy 8 személy szállítására alkalmas jármű van bejegyezve. A törvény hatályba lépése közvetlenül vagy közvetve akár 80-tól 100.000 polgár megélhetését is veszélyezteti, mondták az egyesületnél. A kombisok kitartanak követeléseik mellett, jelentette a Pannon RTV-nek Plinovszki Aranka fuvarozó Belgrádból. Egy a 120-30 kombi megindult a kormány épülete felé, és lassan haladunk, türköléseket lehet hallani, nem tudom mennyire hallatszódik most. Rendőri kíséretünk van végig, tehát az út le van zárva. A kollégák, a kombisok egyesületének elnöke átadta már a kérelmet, amiben kérjük, hogy legálisan tudjunk dolgozni, viszont nem kecsegtető válaszra számítunk, így mondták. A lényeg az, hogyha nem kapjuk meg azt, amit szeretnénk, tehát hogy legalizálják a kombiknak a működését, akkor azt mondták, úgy beszéltük meg a kollégákkal, hogy megyünk tovább. A szabadkaiak délután visszatértek Belgrádból. A kombi fuvarozók szerbiai egyesületétől nem hivatalosan megtudtuk, hogyha kell, végsőkig kitartanak a követeléseik mellett, és szükség esetén akár a határátkelő helyeket is zárlat alá veszik. 2015-ben új közúti utasszállításról szóló törvényt hoztak 18 hónapos életbelépési határidővel, ez kerül most február 12-től alkalmazásba. Ebben a törvényben a kombis utasszállítás fogalma nem szerepel.